1924-ben Nyíregyházán született a Kossuth és kétszeres József Attila díjas költő, aki 45 éves korában halt meg Hanoiban. A nevét viselő kulturális központ minden évben igyekszik méltó módon tisztelegni emléke előtt. Minden évben például áprilisban Váci Mihály szavaló versenyt hirdetünk az egész megyében. Ezen közel 100 diák szokott részt venni, innen Nyíregyházáról is, illetve mondom a Vármegyében is érkeznek. Nagyon komoly zsűrit kérünk fel, és tényleg nagyon sokan jelentkeznek évről évre, de természetesen ünnepi megemlékezések, irodalmi estek is egész évben köthetőek hozzánk, illetve Váci Mihály munkásságához, és hát itt évvégéhez közeledve ez egy hagyományként mondhatom, hogy minden évben ugyan karácsonykor született, de picit előrébb hozva a születésének évfordulójáról minden évben megemlékezést tartunk, és itt is megemlékezéseket, mint ahogy most konferenciákat, versenyeket hirdetünk. A Váci Mihály Kulturális Központban október 21-én hétfőn folytatódnak a programok, amikor a költő 56-os naplóját dolgozza fel nyomtató Anikő, Gyuris Tibor és Éjés Péter. Ezt követően decemberben koszorúzást, megemlékezést tartanak, valamint Munkács Janita, Nagy Idai Gergő és az Ad Hoc Team zenés irodalmi műsorára várják az érdeklődőket. Váci költészetét és emlékét a könyvtárban is szeretnék közelebb vinni az olvasókhoz. Egy Váci emléksarkot szeretnénk létrehozni még decemberben, hiszen a Váci Mihály Kulturális Egyesülettől, Stig Gyulától kaptunk ajándékba két széket és egy bárszekrényt, mely Váci Mihályé volt, és különböző dokumentumokat, könyveket is ajándékoz folyamatosan az intézményünknek, és ebből szeretnénk az első emeleten az olvasóteremben a retró sarok mellett egy Váci emléksarkot is létrehozni. Emellett egy vetített képes előadással és egy filmbemutatóval is készülnek. Ez az év nem csak Váci születésének 100. évfordulója miatt jeles. Idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját a Váci Mihály Kulturális Egyesület is. Havérlőként fogadtak be, de családtagként neveltek, mert végül is 5,5 évig a nősülése, míg a családnak a szeretetét, gondoskodását élveztem, és ők gondoskodtak rólam. Úgy a festőművész Andris, mint Misó a költő, testvéreként kezelt, és Zsuzsika néni, az édesanyjuk pedig úgy gondoskodott róla, mint hogyha az édesanyám lett volna. Tehát ezek a dolgok is érthető módon engem arra inspiráltak, hogyha elérek abba a korba, hogy valamit vissza tudok adni esetleg abból a segítségből, támogatásból, amit a Váci családtól kaptam, akkor mindent megteszek annak érdekében, a lehetőségeimhez képest, ami megtehető. Tulajdonképpen így alakítottam meg a Váci Egyesületet. A Váci 100 kapcsán a Nyíregyházi Egyetemen november 12-én több tudományos konferenciát rendeznek. A Jós András Múzeum és tagintézményei pedig 3 programmal csatlakoznak az emlékévhez.